A diákok már túl vannak egy szintfelmérő teszt megírásán és egy kéthetes képzésen, amelyet tantermi foglalkozás keretében tartottak meg július 5-e és 16-a között Szabadkán, Topolyán, Zentán, Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén és Temerinben. A képzési sorozat utolsó állomása egy intenzív nyelvi kurzus, amelyre július 18-a és 22-e között kerül sor, és amely a tantermi foglalkozások mellett számos helyzetgyakorlatból áll. Az eseményt Hieras Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke nyitotta meg. Nem titkolt szándékunk ezzel a kurzussal az, hogy motiváljuk a diákokat, hogy beszéljenek szerbül, hogy merjenek beszélni, hogy a bennük lévő passzív nyelvtudás felszínre kerüljön, illetve hogy a nyelvtudásukat még jobbá tegyék. Fontos, hogy a diákoknak bemutassuk az Újvidéket, mint legnagyobb egyetemi várost, és ezért is kerül minden évben a kurzus második része, tehát a harmadik hete itt Újvidéken megszervezésre. Az Európa Kollégiumon kapnak a diákok bentlakási lehetőséget. Tanulók nagyon motiváltak voltak, hát többnyire ugye először át kellett ismételni a nyelvtanalapokat, később pedig a konverzáción volt a hangsúly. Voltak olyan dolgok, amiket ők már tudtak, és aztán ezeket már bővítettek, ezeket a tudásokat. Sajnos alapszintről van szó, és ezért próbáljuk őket felzárkóztatni, hogy jobban beszéljék a nyelvet, hogy igyekezzenek, ne szégyellősködjönek, ami a legfontosabb. Tehát bátran mondják ki a dolgokat, akár helytelenül is, csak mondják. Ez a kurzus igazán jó volt, nekem nagyon tetszett, főleg az, hogy a tanárok ennyire igyekeznek minket magyarokat ugye megtanítani szerbül, és most nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz itt majd a kollégiumban, de remélem jó tapasztalatokkal fogok majd hazatérni egy hét után. Ebben az évben is nagyon nagy volt az érdeklődés, 87 diák jelentkezett a képzésre.